Már Hawaiiról is megérkezett Budapestre a csapat. Úgy tűnik, hogy néhány órával a rajt előtt összeáll a Budapest-Bamako mezőnye. Az őrült, de jótékonykodásáról már az egész világon ismert rali idén is visz mentőautókat Afrikába ajándékba. 22-szeres magyar erőrekorder, 6-szoros világrekorder. Már húzott el 20, illetve 61 tonnát is. Ez utóbbi két megrakodott kamion volt. És 81 tonnát is, ami egy vonat szerelvény utasokkal. Ősinka Zsolt, azaz Popeye, aki úgy döntött, az idei Budapest-Bamako rallin kamatoztatja a képességeit. Van egy húzós ember kellett a csapatban, aki akár foggal is, és kézzel körömmel kibír rángatni az autót a dűnék közül, hogyha netán ilyen helyzetbe kerülünk. Popeye, ha most nem is kamionnal vagy vonattal, de a saját versenyautójával, pár mentőautóval kiegészítve így adott kis ízelítőt. Popeye-nek bármi jöhet, ami nagy és súlyos, de ami kicsi és fürge, azt nem mindent bírja. Én félek nagyon a csúszómászoktól, úgyhogy ez a legnagyobb félelmem. Nem csak ő, már mindenki készen áll a holnapi rajtra, mely Budapestről indul. Így a legszerencsésebbek azok, akik itt a fővárosban élnek, de még azok is jól jártak, akik valahol Magyarországon. 110-120 körül jöttünk végig az autópályán, gyönyörűen, hogy a fogyasztása is jó, hogy valószínűleg ezt a gibraltári szakaszt egy szuszra letoljuk. Nehezebb dolga volt annak, aki egyenesen Hawaiiról jött ide a rally miatt. Nálam még ennek a finn-lengyel párosnak is jobb dolga volt. Az általunk ismert legmegbízhatatlanabb autóval indulunk útnak, egy Skoda 105-össel, de biztosak vagyunk abban, hogy megcsináljuk. A felszerelés sok, a hely kevés, ez mindenkire egyformán igaz. Akad, aki így oldja meg, például a zenét. Ez lesz az afrikai tábortűznél. A futam holnap indul a kora reggeli órákban. Itt van az idei futamnak a menetrendje. Ezt jó ráírni egyébként az autóra, mert így látni fogjuk, hogy melyik nap hova kell menni. Annyira összefolynak már Budapest-Bamakon a napok. Január 14-én indulunk Budapestről, és január 29-én érkezünk meg Bissauba. Ez pedig a végcél, ahogy a pályaíráskor a rally kitalálója látta. Az idén először megyünk Bissauba, azért, mert ott még nem voltunk. Picit színesebb legyen a befutók listája. Nagyon érdekes afrikai ország, nagyon különleges hely, és ez az igazi érintetlen Afrika, amiről gyerekkorunkban olvastunk. A Budapest-Bamako rally fontos része a jótékonykodás. Rengeteg egyéb mellett egy szervezet eddig is adományozott mentőautókat Bissau Guineának és több más afrikai országnak. Ez most sem lesz máshogy, de Bissau most egy meglepő külön ajándékot is kap. A mostani 5 mentőautón kívül, amit viszünk ki Guinea-Bissauban, itt van mögöttem az egyik leendő határrendészeti rendőrautó. Ebből is 2 kap az ország, hogy az állam határait tudja felügyelni. Az idei rallira jellemző, hogy a gazdasági problémák miatt kevesebb a magyar, viszont több az olcsó, volt szocialista autó. A 7. Budapest-Bamako rally kezdeteig már alig 12 óra van hátra.